Ede bácsi, Orbán Viktor miniszterelnök úrnak hoztam a köszöntő oklevelét, illetve emléklapját a 95. születésnapja alkalmából. Ede bácsi óbecsén látta meg a napvilágot, így az akkori szerb, horvát, szlovén királyság polgáraként szerbül is megtanult. Jogi diplomáját Budapesten szerezte meg, majd onnan a II. Világháború után Makóra költözött rokonaihoz. Farkas Éva Erzsébet a város díszpolgárát 95. születésnapi alkalmából otthonában tortával köszöntötte. A beszélgetés során egy nagy titokra is fény derült. A hosszú élet az a feleségem érdeme. Na, ez nagyon jó. Egyedül. Ilyen üzenetet ritkán hallottunk még. Hány éve házasok, Ede bácsi? Hát... Hosszú. Hány éve házasok? 61. Feleségével városunkban házasodtak össze, és azóta is itt élnek Vásárhelyi utcai házukban. Ügyvédként dolgozott, majd a rendszerváltás után fontos feladatokat látott el. Sárta Sándor volt polgármester, és a Sárta Sándor engem kért föl, mint ügyvédet. Igen, igen. A város ügyeit intéz, mesélne. Hogy jogi kérdésekbe képviseljem a várost. Az ünnepelt születésnapi kívánságát is kifejezte, világbékét szeretne. A beszélgetés végén egy 1838-ban készült tulipános ládát is megtekintettek a vendégek, ami Ede bácsi szavaival élve a családi kincseket tartalmazza.